lehet látogatni, feloldották a kórházi tilalmat. Rendkívüli testületi ülés, változik a buszmenetrend. Energiatakarékossági világnap, óvjuk környezetünket! Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió pénteki híradójában. Nézzük is legfőbb híreinket! Feloldották a látogatási tilalmat péntektől az orosházi kórházban. Országszerte tovább csökkent az influenza-szerű megbetegedések száma. Az év 9. hetén a szakemberek becslései szerint mintegy 30%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenza-szerű megbetegedés miatt. Éppen ezért az orosházi kórházban feloldották a látogatási tilalmat. A megyei tisztifőorvos tájékoztatása szerint március 6-a péntektől. Orosháza mellett megyénk másik két kórházában is megszűnt a január 30-án elrendelt látogatási tilalom. A 7. hete tartó influenza járvány során becslések szerint a lakosság 4,6%-a fordult orvoshoz. Március 7-től változik a helyi buszmenetrend. Kevesebbet kell buszozni a Rákóczi telepieknek és a szentetornyaiaknak egyaránt. Csütörtökön rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők a módosításról. Az új menetrend elérhető a város honlapján. Szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt változott meg a helyi autóbusz közlekedés menetrendje Orosházán. A körjáratokat a külvárosban élők sem akkor, sem azóta nem fogadták el, folyamatosan tiltakoztak ellene. 2 év elteltével a menetrendet felülbírálták és módosították. Az elmúlt hetekben a városvezetés és a közlekedési társaság a lakossági jelzésekre alapozva dolgozott ki egy új menetrendet. Ez csütörtökön rendkívüli ülésen tárgyalta és fogadta el a testület. Az ellenzéki képviselők szerint a változás mértéke nem elég, a 2013. márciusa előtti menetrend visszaállítására lenne szükség. A polgármester kiemelte, ez a menetrend nem végleges, a lakossági jelzések alapján tovább módosulhat. A hétköznapra érvényes menetrend nem változik, a tanszüneti, munkaszüneti napokon hétvégente közlekedő körjáratoktól azonban búcsúzhatnak a Rákóczi telepiek. Kevesebbet kell buszoznia a szentetornyaiaknak is. A jegyárak nem emelkedtek, és az önkormányzatnak sem kell több hozzájárulást fizetnie a közlekedési társaságnak, de a járatok valamivel ritkábban 2 óránként indulnak. A március 7-től érvényes új menetrend elérhető a város honlapján, a www.oroshaza.hu oldalon. Március 6-a az energiatakarékossági világnap, a környezet tudatosságra hívják fel a figyelmet. Orosházán is nagy hangsúlyt kap ez a szemlélet. A Rákóczi telepi iskolában például energiajárőrök teljesítenek szolgálatot. Emellett több középület használ megújuló energiát, a városvezetés pedig további bővítésekben is gondolkodik. Ide a papírszertívet szoktuk berakni, ide a műanyagot, ide meg az egyébet. Szelektíven gyűjtik a hulladékot a Rákóczi telepi iskolások. Külön a papírt, a műanyagot és az egyéb hulladékot is. Közel 1 éve ökoiskola az oktatási intézmény, de a pedagógusok és a diákok már korábban is figyeltek arra, hogy óvják környezetüket. Az iskolában energiajárőr szolgálat is működik, mintegy 200 alsó és felső tagozatos fiatal ügyel arra, hogy társaik ne pazarolják a vizet és az áramot. Nem bejelentett időpontokban szoktunk úgymond járőrözni a folyosókon, tantermekben, hogy le van-e oltva a villany. Hogyha nincs, akkor le van, leszoktuk oltani. Itt is van róla egy papír, és akkor szólunk vagy a hetesnek, vagy aki bent van. Fontos az energia. A dekorációk például újrahasznosított anyagokból készülnek, a veszélyes hulladéknak számító elemeket is külön gyűjtik. Az iskolában azt mondják, fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél korábban kezdjenek el odafigyelni környezetükre. Környezetvédelmi szakkör keretében erről és sok más érdekességről is tanulnak a diákok. Sok érdekes dolgot szoktunk csinálni, beszélgetünk, tanulunk is róla, hogy mondjuk melyik hulladékot melyik kukába dobjuk.
Március 6-a az Energiatakarékosság világnapja, a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra is felhívják a közfigyelmét ilyenkor. Az egyik legsürgősebb megoldásra váró probléma a hagyományos energiaforrások várható kimerülése, ezért fontosak az újabb lehetőségek az energiagazdaságos és környezetkímélő felhasználására. Orosházán is nagy hangsúlyt kap ez a szemlélet. Jó példa erre a Zöldfa utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése, emellett a legtöbb iskola, a diákélelmezés, a kórház és a sportcsarnok is használ megújuló energiát. Pár apró trükkel mi is odafigyelhetünk környezetünkre, azon túl, hogy mindig kapcsoljuk le a világítást azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodunk, nem mosogassunk folyóvíznél és áramtalanítsuk azokat az eszközöket, melyeket nem használunk. Ne hagyjuk például mobiltelefonunk töltőjét a konnektorban, mivel az a rácsatlakoztatott telefon nélkül is fogyaszt áramot. A témáról bővebben az oroscafe.hu-n írunk. A Fidesz szerint álcivil kezdeményezés, az MSZP szerint közös kiállás volt az a demonstráció, amit a tervezett kórházi átalakítások miatt tartottak. A csütörtöki eseményen mintegy 100-an vettek részt, a szónokok pedig azt követelték, ne csökkenjen az ágyszám és a dolgozói létszám. Kórház a mi kórházunk. Mi építettük annak idején, és ez a miénk. Ez volt a véleménye a demonstráció egyik résztvevőjének. Március 5-én nagyjából 100 ember ment a rendelőintézet elé, hogy a tervezett egészségügyi változások ellen tiltakozzon. Elsőként Füvesi Sándor szólt az egybegyűltekhez, aki összefoglalta, szerinte miért kell a kórház értékeit megvédeni. A feladatok és a források újraosztásáról is szó van. Feltesszük tehát a kérdést, és ezért is tartjuk ezt a demonstrációt, hogy vajon mindez hogyan érinti a mi kórházunkat, az orosházi kórházat. A szervezők meghívták dr. Durai Gergő kórházi főigazgatót és Dávid Zoltán polgármestert, akik azonban nem vettek részt az eseményen. A polgármester az Oroscafénak adott interjújában indokolta távolmaradásának okát, szerinte ez a demonstráció az MSZP érdekeit szolgálja. Felolvasták a kórház főigazgatójának levelét, amiben leírta, az intézmény működését segítené, ha az önkormányzatnak lehetősége lenne bármilyen formájú támogatásra. Elhangzott, hogy dr. Durai Gergő az egészségügyi átalakításokról folyamatosan tárgyal a megye másik két kórházi vezetőjével, de ezekről kizárólag az állami fenntartó nyilatkozhat. A demonstráción a kórház egyik korábbi dolgozója is felszólalt. Kiemelte, a betegség nem rangsorol, bárkit bármikor elérhet, mégis könnyebben viseljük, ha helyben gyógyulhatunk. A hozzátartozók látogatása fontos a beteg ember életében. Sajnos, ha vidékre elkerülnek innen a betegek. Vannak olyan családok, akik mindennapi megélhetéssel küzdenek, az utazásra már nem jutna, hiába szeretné szeretnét meglátogatni. Úgy fogalmazott, az elmúlt években rossz döntésekkel és alkalmatlan vezetőkkel tönkretették a kórházat, de örül, hogy az intézmény élén most megfelelő szakember áll. Ismervén őt hiszem, hogy megtalálja a módját a tárgyalások során annak, hogy a város környék lakói tovább is a korábbi szintnek megfelelően vegyék igénybe az intézetben az ellátást. A dolgozók munkahelyüket biztosnak érezzék, és nem utolsó sorban a betegek gyógyultan, elégedetten hagyják el az intézetet. Ezt követően Fecser János, MSZP-s önkormányzati képviselő, a kórház alapítványának kuratóriumi tagja szólt az egybegyűltekhez. Úgy fogalmazott, azért vannak itt, hogy kiálljanak a kórház és a térség egészségügyi helyzetéért. Elmondta, a megye három kórházi vezetőjének kellett megállapodnia a szakmai kérdésekben, és az itt hozott döntést kellett leadniuk a minisztériumnak. Ezt az egyeztetett álláspontot mi nem ismerhetjük meg, mert nem merik elmondani. Információi szerint nincs megegyezés szakmai kérdésekben, így azt sem tudni, vonnak-e össze osztályokat, vagy építenek-e le aktív ágyakat. Kiemelte, a kórház állapota, műszerezettsége egyre rosszabb, és az épületre több helyen ráférne a felújítás, de erre nem költenek az illetékesek. A mindenkori vezetés feladata az, hogy ezeknek az embereknek jobb körülményt biztosítson, hiszen itten jöhet jobbikos, jöhet kisgazda, MDFS, szocialista, a beteg az beteg. A képviselő hangsúlyozta, nem a városvezetés, a kórházi vezetés és nem a kórházi dolgozók ellen emelik fel szavukat. Közös az érdekünk. Az érdek pedig az, hogy ebben a versenyben, amely a városok és a kórházak között is folyik, sajnos egy kisvárosi kórháznak nagyon nehéz dolga van, hogy megmaradjon ebben a struktúrában ilyen dolgozói létszámba.
itt irgalmatlan lobbyerőre van szükség. Az orosházi Fidesz szerint ez a demonstráció nem volt más, mint a városi MSZP hangulatkeltő utcai akciója. Ha valaki tenni akar az orosházi kórházért, akkor azért dolgozni kell, nem pedig demonstrációt és tüntetést szervezni. Ráadásul nem a politikai szekértáborok ügye ez az ügy, az egészségügy az mindenkinek az ügye. Álságosnak és álcivélnek tartjuk azt a kezdeményezést, amit egy politikai párt, jelen esetben az MSZP szervez civil megmozdulásként a kórház megmentésért egy olyan ügyben, ami nincs ügy. Úgy fogalmazott, a kormány elkötelezett az egészségügyi intézmények működésének fenntartásában, ezért adósságrendezésre 60 milliárd forintot szán, és megkezdték az egészségügyi rendszer rendbetételét. Magyar tulajdonú cégként tevékenykedik az egykori vasműanyag utódjaként az OVM Karsai ZRT. A Gyártelep utcai üzemben a nehézségek ellenére folyamatos a munka. A Suzuki, az Audi, a Ferrari és a Porsche is vásárol tőlük műanyagipari termékeket. Nehéz év volt 2014 az OVM Karsai ZRT életében. A terveket nem tudták maradéktalanul teljesíteni, de az eredményességet megtartották. 2015-ben a fejlesztések mellett az árbevétel növelése lesz az elsődleges cél. Az üzletágakat tekintve az élelmiszeripari részesedésünk csökkent egy picit, viszont az autóipari és az elektronikai ipari az nőtt és erősödött. Ez az átrendeződés tovább folytatódik 2015-ben is, ezért a cég ebbe az irányba fejleszt. Elsősorban a vágóformázó üzletágat kívánják erősíteni, ez a piaci terület több eredményt hozhat. Az idejében szeretnénk erre fejleszteni gépbőruházással is, meg egyéb technológiai fejlesztésekkel is. Épületrekonstrukcióra is gondolunk, ami nem egy nagy léptékű csarnoképítés, de a jelenlévő, vagy a jelenlegi gyártó csarnokainkat szeretnénk úgy optimalizálni, hogy a technológiának jobban megfeleljen. Az élelmiszeripari oldalon tapasztalható csökkenést egyrészt a nagyon erős konkurencia, másrészt a belföldi kereslet csökkenése okozza. Jelentős importkész termék áramlik be az országba, a hazai tejipari vállalkozások is piacot veszítenek, ezzel pedig a megrendelt teljes, tejfölös, joghurtos dobozok iránti igény is csökken. Ezért az autóiparra koncentrálnak. Nem beépülő alkatrészt, hanem az autóba épülő alkatrészeknek a gyártás közé és a szállítások, ha szükséges logisztikai tárcáit csináljuk. Az orosházi cégnek megrendelője a Suzuki, az Audi, a Ferrari és a Porsche is. Az OVM Karsai ZRT-nél jelenleg 96-an dolgoznak, a tervezett fejlesztések megvalósulása után az ehhez szükséges néhány fővel tervezik bővíteni a dolgozói létszámot. A háztáji gazdaságokban gondolkodik az orosházi kistérség, összefogva a délbékési kistérséggel hozzávetőleg 1 milliárd forint állami forrást hívnának le. A szociális szövetkezetekre építő program rövidesen indulhat. Több mint 4000 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre, közvetlen gazdaságfejlesztésre. Ezen belül a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében 2733 milliárd forint használható fel, többek között a foglalkoztatás bővítésére, új vállalkozások számának növelésére. A forrásból azoknak juthat, akik vállalják a kiemelt programok megvalósítását. Erről Simonka György országgyűlési képviselő tájékoztatta az orosházi kistérség társulását a társulás legutóbbi ülésén. Mivel térségünkben elsősorban a mezőgazdasági programok népszerűek, ezért a településvezetők a háztáji gazdálkodásban látják a lehetőséget. Ilyen programhoz csatlakozott a délbékési kistérség, majd az orosházi is. Részt kívánunk venni kitörési pont a háztáji gazdaságok irányában című pilot programban. A társulás vállalta azt, hogy mind az együttműködés összehangolásában és a logisztikai feladatok ellátásában segítkezni fogunk. Délbékési kistérség és az orosházi kistérség több mint 20 településén. A program megvalósításához minden eszközt, forrást és a szakmai felügyeletet biztosítja az állam. Az önkormányzatoknak az embereket és a helyet kell adnia, és szociális szövetkezeteket kell létrehoznia. A cél az, hogy 2 éven belül megtérüljön a program, amit a települések összefogva valósítanak meg. A program a tervek szerint áprilisban indulna az orosházi és a délbékési kistérségben is. Az Orosháza és Vidéke Ipartestülettel és a Székács iskolával is együttműködött eddig az orosházi német nemzetiségi önkormányzat. Megállapodtak arról, ez a továbbiakban is így lesz. Erről és a közeljövő terveiről is szó esett a nemzetiségi önkormányzat március 2. ülésén.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szellemi tőkével, az ipartestület technikai és műszaki háttérrel támogatja egymást. Kölcsönös elégedettség alapján hosszabbította meg egymással együttműködési megállapodását a két szervezet. Többek között erről is szó volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat március 2-ai ülésén. Ugyanitt állapodtak meg a Székács Evangélikus Iskolával is. Dr. Abonyi Lajos, az NNÖ első elnöke elmondta, az oktatási intézmény például azzal segíti munkájukat, hogy termet biztosítanak számukra, az NNÖ német szakos tagjai pedig az oktatás terén járulnak hozzá az eredményes együttműködéshez. Az osztrák hét előkészítését is napirendre tűzték a képviselők. Az április 21 és 25 közötti rendezvényre a már megszokott programmal készülnek. Polgármesteri fogadással, a Szántó Kovács János területi múzeumnál található Harukern emléktábla megkoszorúzásával, majd felső tagozatosok és gimnazisták számára szervezett kvízzel, vers és prózamondó versennyel. 6. alkalommal adott otthont a látássérültek megyei farsangjának Orosháza, a Művelődési Ház koncerttermében tartott vidám hangulatú keddi találkozón mintegy 120-an vettek részt. A Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének orosházi csoportja által tartott rendezvény célja, hogy a sorstársak találkozzanak, erősítsék a társszervezetekkel a kapcsolatot, kikapcsolódjanak. A legfőbb az, hogy összefogja, a másik az, hogy én szeretném, hogyha megismernék Orosházát, mert ilyenkor ugye a várost is megnézik az emberek, és ez egy nagyon jó dolog, hogy népszerűsítik Orosházát, és az, hogy nem csak egy helyen mindig Békés Csabán vannak a rendezvények, hanem ugye egy vidéki városban. A farsangi mulatság a helyi szervezet műsorával vette kezdetét, mely az Indul a Bakterház jelenetek vaktában címet viselte. Őket a megyei szervezet kultúrcsoportjának produkciója követte, majd tombolahúzással és ebéddel zárult a találkozó. Tóth Györgytől megtudtuk, az orosházi szervezetnek, mely 10 település látássérült embereit fogja össze, 79 tagja van. A megyei szervezetnek 560. A Városi Televízió pénteki híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Lehet látogatni, feloldották a kórházi tilalmat. Rendkívüli testületi ülés, változik a buszmenetrend. Energiatakarékossági világnap, óvjuk környezetünket. Ezek voltak a legfontosabbak péntek este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Kommentár nélkül című műsorunk következik. Tévézzenek velünk a folytatásban is. Viszontlátásra!